Zöllek ismét itt a Forex Robot, ezt mondta a YouTube csatornáján. Jó híreim vannak, legalábbis számomra mindenképpen jó hírek. Úgyhogy gyorsan vegyük is végig a hét engem érintő híreit, új híreit. Kezdésként beszéljünk egy kicsit az elektronumra, ami két bejelentésnek is köszönhetően um, ugrat viszonylag nagyobbat és első körben fölment 22 centre, aztán visszaesett, és most nagyjából 16 cent körül kereskedik. Ez nagyjából 1600 százalékos hozam, legalábbis az ico képest, úgyhogy nagyon jól teljesít, de nyilvánvalóan ez még csak virtuális haszon, úgyhogy ne ígyünk előre a medve bőrére. De nézzük meg, hogy mik voltak ezek a hírek. Konkrétan az Electronium blogjába nézzünk bele, és hogyha szeretnéd megnézni, akkor elektronom.com per blog elég egyszerű. Tehát két nagyobb hír is volt. Először is, hogy aláírtak egy együttműködési szerződést egy telekommunikációs céggel, a xaios akiket meg lehet keresni akár a linkedin -en. egy amerikai cég, akiknek van egy indiai részlegük is, mondjuk nyilván mivel telekommunikációs cég, ezért muszáj, hogy legyen egy indiai részlegük, különben kik beszélnének és segítenének neked a telefon túloldaláról. Úgyhogy ez egy jó hír, bár ez egy megállapodási szerződés, úgyhogy szerintem azért nem kell különösebben hasra esni tőle, de tény, hogy a cég nagyjából egy milliárd dolláros uh, tranzakciós forgalmat generál havonta, és hogyha jól tudom 65 millió ügyfelük van. Úgyhogy ez mondhatjuk hogy egy komoly cég, és egy komoly előrelépés a, az electroneum -nak. De a másik uh, érdekes hír velük kapcsolatban, hogy sikerült a, egy másik cégtől elcsábítani, legalábbis kölcsönvenni uh, egy vezetőt, aki, aki kapcsoló uh, aki most azt hiszem, hogy CEO-ként csatlakozott, és tanácsadóként, technikai tanácsadóként, emberünk neve Michael Stoller, akivel most nézte meg egy interjút, ő a Titanium nevű tokennek és technológiának a fejlesztője és a főnöke, Érdemes elolvasni a cikket, érdemes megnézni az interjút. Uh, az interjúhoz link vagy a leírásban, vagy a legelső kommentben. Úgyhogy uh, fényes jövő? Meglátjuk. Mindenesetre gyorsan nézzünk rá a chartra, hogy megmutathassam neked. Jelenleg így állunk elektróneummal. Éppen a most a második uh, legtöbbet kereskedett kriptovaluta, illetve altcoin a kriptópián, a jelenlegi egyetlen helyen, ahol kapható. Hogyha megnézed ezt a szép ugrást itt, itt ment fel nagyjából 22 centre. Ez volt az, amikor bejelentették az együttműködést a Xaiusszal. És itt pedig ez egy vagy két nappal azután volt, amikor megerősítették, hogy Michael Stoller csatlakozik a céghez. Méghozzá azért csatlakozik, mert neki nagyobb tapasztalata van abban, hogy milyen exchange érdemes bevezetni ezt az altcoint. t úgyhogy hamarosan, várhatóan nem egy, hanem négy különböző exchange-re fogják bevezetni, ami ugye azért érdekes, mert egyre többen fognak hozzáférni, és bár nyilván nem fogok jóslásokba bonyolódni, de hogyha többen akarják megvenni, akkor elméletileg még az is bekövetkezhető, hogy az árfolyam szignifikánsan növekedésnek indul, de természetesen nem biztatok senkit arra, hogy ilyen hírek alapján uh, belevásároljon. Csak kutató munka és saját meggyőződés alapján felelősséget nem tudok érte vállalni. Tehát ez a két uh, érdekesség történt elektrónium Várhatóan az első uh, nagyobb exchange ami a next.exchange uh, napokon belül bevezetésre kerül de ezt azért már lebegtetik egy ideje, úgyhogy várjuk ki a végét. Következő ICO hírünk az INS Ecosystem, akik kezdésnek három exchange és is bevezetése kerültek, méghozzá az OKX, Binance és KuCoin exchange-ekre, és gondolom, hogy sokan meg akartak szabadulni tőle, mert az elején volt egy nagy esés, mert ezt a nagy esést ezt úgy kell érteni, hogy ha jól tudom, akkor 12 dollárról esett le az árfolyam, legalábbis itt, itt található. Itt az a legelső gyertya, ez gondolom, hogy rögtön a nyitás után nagyon sokan megszabadultak az ICO alatt megvásárolt tokenektől, ami hát igazából akkor nem gond, nem akkora gond, mivel most, annyik az kevéssé látható, de hogyha kijelölöm, akkor esetleg jobban néz ki. Most 9,69 dolláron kereskedik a tokent, ami meglepően jó, tehát így nem vártam volna egy ilyen árat, mivel az ICO keretében, hogyha jól tudom, nagyjából 2 dollár körüli áron lehetett hozzájutni per darab, úgyhogy ez meglepően jó. Örülünk. De természetesen ez is még csak virtuális haszon. Tehát amíg ezt nem realizáljuk, addig ez egy nem létező összeg. Egy későbbi videóban majd igyekszem azért ezt egy kicsit jobban körüljárni, ezt a témát. Nem csak a kereskedés részét, hanem hanem a virtuális nyereség és virtuális veszteség témát. De ez legyen egy későbbi videó témája. Mi történt még a héten? Kreken. Sokan köpködtek a Krekenre, egyébként teljesen joggal, mert nyilvánvalóan ez a horribilis érdeklődés, ami, ami a kriptovalutákat övezi, ez hatással volt nagyon sok más exchange mellett a Krekenre is, és mindenki jött ez, hogy lassú, lefagy, és a többi, és a többi, és tényleg voltak ilyen problémák, most viszont a magát a kereskedési motort frissítették, és el kell, hogy mondjam, hogy sokkal gyorsabb lett, amióta véget ért a frissítést, ami, ami hát tovább tartott, mint tervezték, és néhány napig kiutalni sem lehetett az oldalról, jelentem, már ismét lehet kiutalni az oldalról, viszont azóta teljesen jó működik, és nem láttam különösebb fönnakadást, úgyhogy én tudtam eladni, tudtam venni, tudtam kiutalni. Örülünk. Nos, nagyjából ennyi fért a mai videóba, ez egy csak egy ilyen gyors jelentés volt, Hogyha tetszett, és szeretnél még ilyet, akkor iratkozz fel a csatornára, csengőbizbasz, hogy egyből megkapd az értesítéseket. Őszintén mondom így, hogy tulajdonképpen magamnak készítem ezeket a videókat, nagyon meg vagyok lepve, és ö, nagyon örülök a, a sok feliratkozónak, úgyhogy csak így tovább, hogy elérjük a 250-et, még a végén kitalálok valami nyereményjátékot. Hm, ennyi volt mára, cső!